Teljes figyelemmel alkotnak a gyerekek a Gádor általános iskola termében. A több mint 30 gyermek egy nyári képzőművészeti tábor keretein belül sajátíthatja el a kép- és formaalkotás több technikáját. Harmadik alkalommal rendeztük meg a Színfolt elnevezésű képzőművészeti tábort. Nagyon sokrétű foglalkozással várjuk a gyerekeket, elsősorban a képzőművészetre helyezzük a hangsúlyt, és az egész napot alkotással töltjük. Természetesen vannak pihenős időszakok is, amikor egy kicsit a fizikai feltöltődés is megtörténik, hiszen nagyon intenzív odafigyelést igényel a gyerekek részéről az, hogy ezeket a kötött, illetve szabad művészeti foglalkozásokat megvalósítsák. Sőt, itt a helyszínen van egy szuper homokozó, és én erre is kötött feladatot adok, tehát mindig van egy ilyen feladat, amit el kell végezni. Tavaly volt egy ilyen dzsungeltavi feladat, és akkor krokodilok és minden ilyesmi fette be a homokozót. Idén volt az előző héten egy afrikai tematika, és elefántok és zsiráfok megformázása volt, tehát ez egy ilyen rejtett szobrászati feladat. Most pedig várat kell építeni, várverseny van, és a táborban lévő fiúk extázisban, tehát a teljes táj átalakítás és az öntöző rendszer kialakításában remekelnek, úgyhogy akkor is fejlődnek, mikor játszanak. Miért jelentkeztél ebbe a táborba? Azért, mert már eleve is jártam Rékanőnek a foglalkozására, és nagyon szeretek festeni, meg rajzolni, meg pasztelezni, és jó, hát szeretek így rajzolni, és őt már eleve is ismertem, és így ezért. Miért szeretsz rajzolni? Így, mikor nem tudjuk, mit csináljunk, akkor is jól elfoglal, és jó is, hogyha utána látod az eredményt, hogy mit rajzoltál, és akkor ezt így jó csinálni, mert élvezed is, meg ilyesmi. Én nagyon szeretem ugye a művészetet, szeretek alkotni, meg nekem ez egy nyugtató érzés, hogyha alkotok. Van úgymond ilyen rossz napom van, akkor alkotok, akkor nagyon jó kedvem lesz. Ezen a héten mi tetszett eddig a legjobban? Az agyagozás. Azért, mert akkor így megcsinálhatjuk azt, amire így gondoltunk, vagy ahol jártunk a barlangrakásokban, és akkor így megformázhatjuk azt a tárgyat, amit láttunk, és hazavihetjük esetleg, hogyha megsütjük, akkor tehetünk bele dolgokat, meg dísznek. Volt egy olyan feladat, amit kellett csinálni, amit te nagyon szeretsz, ilyen grafikai feladat, amit nagyon szeretsz, és valakinek, ha szeretett volna, akkor meg kellett tanítani. És az volt eddig a kedvenc, aztán még volt nagyon sok festős feladat is. Festettünk még ilyen tukánt, az is tetszett, mert akkor ugye átmenetet kellett festeni, összekeverni a színeket, és ez tetszett még nekem. Mik a tapasztalatok, mennyire lehet lekötni a gyerekeket művészeti tevékenységekkel? Nagyon változó, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy akik jelentkeznek a táborra, őket ez érdekel. Most általánosan azt figyeltem meg, hogy nagyon sok gyereket nem érdekel, de ugye szerencsések vagyunk, mert ide azok jönnek, akiket ez nagyon is, és nemtől függetlenül szerintem nagyon-nagyon leköti őket. És hát szeretnének fejlődni, és valóban alkotni valamit, ami így ilyen pozitív visszacsatolás számukra.